is lát a könyv jövőjének. Hát pont önvetette vetette föl hozzászólásként a, a kerekasztal beszélgetés közben, hogy miért praktikus és hogyan működik ez elbukó olvasó, e, és valóban az egy remek felvetés volt, mi szerint egy szöveguniverzumban lehet kalam, kalandozni, tehát hogy ugyanúgy linkeket nyit meg, mint ahogy megnyita, megnyitja az internet, a, egyik, egyik szöveg megnyitja a következőt, a következőt, tehát a hivatkozásokon tovább lehet lépni, ez nagyon érdekes lesz a szépirodalom részére, mert hogyha gyakorlatilag ugye egy szövegről vagy versről eszembe jut egy próza és át tudok rámenni, az sokkal másabb helyzetet fog szülni, mint ha csak gondolatban tudom fölidézni uh -huh. két helyzetet. Az első, hogy egy sokkal kreatívabb hozzáállást, a másik valószínűleg a memoriter végleg kikopik a divatból, mint olyan, hiszen állandóan hozzáférhetünk. Tehát egyszerre lesz jó meg rossz, mint ahogy minden persze, hát most ilyen alapon a, a, ezt nem lehet elkülöníteni, de... De én mégis izgatottan várom, hogy ez hogy fog működni. Dacára annak, hogy azért én az a generáció vagyok, aki, aki azért szereti a könyvtestet, meg szereti a könyvillatát, meg, meg azért megalkuszik az egy könyv egy út verzióval, mert ugye az vetődött föl, mondjuk egy útfolyam, folyam, tehát hogy az ember sokat utazik, akkor milyen hasznos, hogy, hogy az elbukóvasóban sok könyv nála lehet. Tehát én azért szeretem a, szeretem a, a tipográfiát nézni, szeretem a szöveggondozást, szeretem a, a, szép szöveghez, a szép küllem társul, szeretem a szép a borító, tehát hogy ezek nekem mind fontosak, és haragszom, ha nem az, haragszom, ha nincs jól gondozva a szöveg. Jelen pillanatban mondjuk nagyon sokszor olyan szövegekhez juthatunk hozzá, amit valaki szorgalomból begépelt, hála és köszönet neki, de nyilván fáradt volt, elfáradt, mint a kódex hibákat vétett, tehát gyakorlatilag azért a jelen állapotban, ami szövegek a neten vannak, azok azért némelyek nagyon cifrák, az eredetihez kevés közük van, vagy szóval nagyon sok a hibana. Úgyhogy a, hát mindenféleképpen az elbuk a jövő egy, egy mondatba, ezt sajnos be kell látni. Kézzel regényt írni ma már elképzelhetetlennek tűnik, miközben mondjuk egész komoly életművet hagyott hátra Jókai Mór, és az ő képes volt. Tehát ha, ilyen alapon, ha, hogy is mondjam, a szöveggondozáshoz való viszony is megváltozott azért ezzel együtt. Tehát nagyon sok minden megváltozott. Szabadabbá lett. Tehát az írás például sokkal több ember szabadsága lett, sokkal demokratikusabb ügy. Hol van a kultúra közvetítés egy író írónak? Hát az biztos, hogy a, a mostani közművelődési terek megváltoztak. Hát ki kell jönni az intézményekből, én azt látom. Tehát, hogy a, hogy a kávéházi terek, a, a szabadtéri fesztiválok... E, különösen a nyári fesztiválok nagyon népszerűek. Tehát egy kultúra szervezőnek és terjesztőnek ezt be kell látnia. Egy író hogy viseli a kritikákat? Hát ez egy nehéz kérdés, attól függ, hogy milyenek. A, mert a, a kulturált és jól fölépített negatív kritikát, azt szívesen fogadom, vagy elfogadom. Nem azt mondom, hogy jó esik, de abból sokat lehet okolni, néha több. Több fölvetés van egy negatív kritikában, és több kaput kinyit, mint egy pozitív. Mi volt a benyomása a közművelési konferenciáról? Mit lát belőle, mi ennek az értelme, vagy van -e ennek értelme, azon kívül, hogy mi tapasztalatot szerzünk? Hát, ha ennyi hallgató itt ül, akkor mindenféleképpen, és ilyen hangulat van, akkor mindenféleképpen van. Tehát eleve, ha azt mondom, hogy sokan voltatok, tehát, hogy fölvetések voltak, hozzászólások voltak. Úgy szokott lenni általában, van -e, kérdés, nincs. Tehát ez legtöbbször, ez mondjuk nagyon ritka az, hogy valami szakmai közönséget megszólítok, akkor, akkor esetleg mondjuk az előfordul, hogy kérdeznek.